Az egyre bővülő napelemes rendszerek következménye, hogy leterhelik az elöregedő magyar villamos hálózatot. Azért, hogy a problémákat elkerüljék, szabályozták, hogy egy egyfázisú egység mekkora kilovoltamperig csatlakoztatható kis feszültségű hálózatra. Eddig úgy működött, hogy 5 kilovatt felett kötelező volt, mindig háromfázison lehetett csak visszatáplálni köztül hálózatba, napelemes rendszerrel. Eddig is, korábban is mindig úgy működött, hogy 2,5 kilovatt vagy 7,5 kilovoltamper felett egyéni elbírálás alatt alapján a szolgáltató engedélyezhette az egyfázisú napelemes rendszereknek a csatlakoztatását szintén a közcsőn hálózathoz. Ez fog megszűnni most, és erre van egy türelmi idő. Tehát most már 2,5 kilovoltamper felett sem lehet majd nem háromfázisú berendezést csatlakoztatni, tehát egyfázisú berendezéseket például. Aki tehát egy fázisú rendszert szeretne, annak érdemes április 30-a előtt beadni a csatlakozási igényét. Az, aki már jelenleg is rendelkezik napelemes rendszerrel, szaldós elszámolással szerződött a villamos energia szolgáltatójával, ez azt jelenti, hogy a megtermelt, de fel nem használt energia virtuálisan tárolva van, és amikor szükségük van rá, fel tudják használni. Ez a rendszer is megváltozik hamarosan az egész Európai Unióban. 2023. december 31-ig követően már nem lehet szerezni új jogosultságot ilyen támogatási rendszerek, mint például a szaladó elszámolásra. A másik határidő azokra a kormánynak a határidő szerint, hogy előre hozták ezt a határidőt 2021. június 30-ra, amelyben, hogyha valaki valamilyen más támogatási formát igénybe vesz a háztartások család, a háztartási méretű napelemes rendszerekre, akkor ezt követően már nem lehet szerezni szintén jogosultságot erre a szaldó elszámolásra. Tehát ez 2021. június 30-ig él, ez azt jelenti, hogy aki most még megszerzi a napelemes rendszerét, be tudja csatlakoztatni a hálózatba, és meg tudja kötni a szolgáltatóval a szerződést, az minden tovább nélkül a teljes futamideje alatt, vagy hosszú évtizedekig használhatja a szaladó elszámolást. Európában egyébként Magyarországon a legolcsóbb a lakossági villamos energia tarifa, még úgy is, hogy a világ egyik legmagasabb áfa kulcsa érvényes nálunk, mondta a szövetség elnöke. Utóbbi ellenére már 7-8 év alatt megtérül a háztartási méretű napelemes rendszer költsége.